Üdvözletem, mélyen tisztelt hölgyeim, illetve uraim! Világos vagyok. Képzeljétek el, 2 nappal ezelőtt az történt, hogy az egyik kedves nézőmtől kaptam ajándékba előfizetést. Szóval, ha előfizető vagy, megéri végignézned a videót, hogy lásd a lehetőségeid teljes sorát. Ha pedig nem vagy előfizető, akkor meg még inkább megéri végignézned a videót, mert elmagyarázom és részletesen be fogom mutatni ebben a videóban azt, hogy esetlegesen, hogy miért éri meg előfizetni. A feliratkozásod után vágjunk is bele. Tehát, ahogy itt láthatjuk, az előfizetésnek a legelső nyilvánvaló előnye, hogy rajta leszel a ranglistán a pontszámodnak megfelelő helyezéssel. Láthatjuk, hogy én most jelenleg a 19. vagyok a rangsorban, 426 ponttal. Tehát az első jelentős engedmény, hogy rajta leszel a ranglistán. Aztán, hát itt egyébként nem látszik, de ha előfizető vagy, akkor a második dolog, hogy egész egyszerűen bármelyik szobába beléphetsz, korlátozás nélkül. Akkor is, ha egyébként 120-an vannak egy szobába. Tehát ezt nem korlátozzák, bármelyik szobába beléphetsz, korlátozás nélkül, akkor is, ha többen vannak benne, mint 120. Következő dolog, hogy részt vehetsz versenyben, és lehetőséget kapsz rá, hogy bajnok lehess, vagyis koronás játékos. Illetve talán az egyik legjelentősebb eszköz a kezedben, hogy előfizetőként a játékban eszközölhetsz számos módosítást. Például beállíthatod a meccseknek a kötelező számát, aztán a kötelezően választandó nyitást, a tábla méretet is, illetve beállíthatsz itt különböző módokat is, hogy például téged ne lehessen kihívni. Például itt van, most előfizető vagyok, egyébként elsősorban szeretném megköszönni annak a kedves nézőmnek, aki támogatott azzal, hogy előfizetett számunkra, ugyanis ez nem a saját pénzemből van, hanem én ezt az előfizetést ajándékba kaptam, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni. Szóval, előfizetőként van számos extra opció. Például, vannak különböző opciók, például a ne zavarjanak, most bekapcsolom, akkor engem nem tudnak kihívni, vagy esetleg a rögtön jövök. Rögtön jövök, illetve ne zavarjanak. Aztán, emellett, ahogy itt láthatjuk, kiválaszthatod a kötelező nyitást. Például kiválaszthatod azt, hogy mondjuk én swapot akarok játszani, a sima swapnak ez a jele, és már is ugye itt megjelent a megnyitásnál a swap 1, ugye ez a sima swap. Lehet swap 1, akkor swap 2, ugye ahogy itt látjuk, egyébként a swap 2-es nyitásról és annak kezeléséről külön videóban gyönyörködtetlek titeket, úgyhogy azt a nyitást, a swap 2-es nyitásról szóló videómat is megéri megnézni a csatornán. Tehát kiválaszthatod a kötelező nyitást, Long Pro, kiválaszthatod a kötelező nyitást, beállíthatod a tábla méretét, illetve alakját, és ezután a legfontosabb dolog, hogy megválaszthatod a kötelezően játszandó meccseknek a számát. Például. Tehát megválaszthatod azt, hogy hány játszmából álljon egy meccs. És én igazából, srácok, én ezt tartom a legnagyobb előnynek. Én szerintem ez egy teljesen fair beállítás, illetve módosítás az előfizetőnél. Tehát ez fair.
Kérdés az, hogy miért? Például én most azt állítom be, hogy velem mondjuk három meccset kell játszani. Ez a hármas jelenti azt. Hány játszmából álljon egy meccs. Tehát miért fair ez az előfizetőnél? Na most velem számtalanszor előfordult már, hogy amikor valaki ellen játszom, akkor vétek egy szörnyűséges, baszott nagy hibát. És a lényeg az, hogy sokszor az ellenfél nem azért nyer, mert kitalált egy szépen kigondolt, helyes tervet követ, és azt pontról pontra végig viszi. Tehát nem ezért nyer, mert jó a terve, hanem azért, mert te annyira csak a saját állásodat nézted, hogy közben mondjuk bekaptál egy sima négyest. Ugye? Tehát magyarul csak azért nyert az ellenfél, mert te egy baszott nagyot hibáztál, és egyébként nyertél volna, ha azt az egyetlen hatalmas elnézést nem követed el. És ugye az ellenfeled ezt pontosan tudja, és éppen emiatt számtalanszor előfordul, hogy rögtön az első meccs után lelép, és nem ad visszavágót. Na, pontosan ezt tudod megakadályozni, hogy lelépjen előfizetőként ezzel a kötelező meccsből, hogy hány játszmából álljon a meccs. Például nálam ez a hármas azt jelenti, hogy itt velem minimálisan is három meccset kell játszani. Na, ezek voltak az előnyök. És jöjjenek a hátrányok. Kérdés az, hogy az előfizetésnek vannak hátrányai, hogy ez komoly. Hát bizony, hogy vannak. Mire gondolok? Például ilyen hátrány lehet, mikor az előfizető túlzásba viszi a manipulációt. Hát most éppen erre nem nagyon tudok így példát mutatni. Hát például a Laseknál, hogyha itt nézzük, a Lasek csirkefogó meccsbe, lássuk, hogy Lasek az előfizető, és ugye látjuk, hogy itt például ebben a meccsben ugye az előfizető egyrészt beállította azt, hogy hogyan nézzen ki maga a tábla, aztán beállította azt, hogy a meccsnek az időtartama az csupán egy perc legyen, és a harmadik dolog, amit esetleg beállított, az egyébként a kötelezően alkalmazandó nyitás is. Tehát egy ilyen hátránya lehet az előfizetésnek, az, amikor az előfizető túlzásba viszi a manipulációt. Tehát például ilyen túlzásba vitt manipuláció, ami hátránya az előfizetésnek, az lehet az, hogy például, megmutatom, tehát ilyen túlzásba vitt manipuláció az, hogy például beállítom azt, hogy én csak is mondjuk swap 2-es nyitással vagyok hajlandó játszani. Erről a nyitásról egyébként van egy külön videóm, érdemes megnézni ezen videó után. Tehát az ilyen túlzásba vitt manipuláció, hogy egyrészt én állítom be előfizetőként a nyitást, aztán beállítom azt, hogy a tábla méret mondjuk ilyen 19-es legyen, de egyébként rombusz. Tehát nem ez a sima a megszokott, hanem rombusz alakú tábla legyen 19-es. És mindezt azt mondom, hogy legyen egy perc a játékidő. És egyébként velem hármat kell játszani. Egy perces játékidővel. Ja, és egyébként még azt is beállítom, hogy no draw, vagyis azt is beállítom, hogy nincs döntetlen. Tehát csak az ND kikötés mellett vagyok hajlandó játszani. Na most, zárójel nyit. Konkrétan erre külön térjünk ki, hogy egészen pontosan ez az ND jel itt a Nikem mellett, ez az ND. Ez mi a francot jelent? Tehát mit jelent ez az ND jel? Na most, ez az ND jel, amit itt a Nikem mellett látsz,
ez az angol no draw kifejezésből származik, és azt jelenti, hogy nincs döntetlen. Na most, tudjuk, hogy az amőba partinak háromféle kimenetele lehet. Az első lehetőség az, hogy győz az X, tehát aki kezdett. Második lehetőség, hogy győz a kör, tehát a másodhúzó. És a harmadik lehetőség az a döntetlen, ami vagy megegyezéssel történik, vagy az, hogy tele teszik a táblát, tehát hogy betelik a tábla. A döntetlennek a legtipikusabb esete az, amikor konkrétan ugye elfogy a hely, tehát betelik a tábla. Na most, figyelj! Ez a no draw jel, tehát itt, amit az én nikem mellett látsz, ez a no draw jel itt a megnyitás alatt, ez ebben az esetben lép életbe. Tehát abban az esetben lép ez a no draw életbe, amikor betelik a tábla. Ez a no draw azt jelenti, hogy nincs döntetlen. Azt jelenti, hogy ha betelik a tábla, és nincs senkinek se ötöse, akkor automatikusan a körrel lévő játékos győz. Ez a no draw-nak az értelme. Tehát, ha nincs döntetlen, vagyis az X, hogy amennyiben az X nem képes megnyerni a partit a táblán, akkor automatikusan a kör győz. Ezt jelenti ez az ND jel, a no draw. Most figyelj! Az eddigi legtöbb kritikát kapott videóm az az, amiben az SV-ről beszélek, tehát a sure-win taktikáról. Eddig abba kötött bele az a pár játékos, aki kritizálta az SV-s videót, hogy az egyszerűen hülyeség, amit mondok ő szerintük. Persze érvet egyszerűen ugye nem hallottam rá, de hát ugye miért is halljunk erre érvet. Jó. Én az SV-s videómban azt állítottam, hogy az amőba az egy megoldott játék, pontosan azért, mert az X-nek elméletileg nyerése van, a kezdési előnye véget. Ezt matematikusok bizonyították be, hogy ez így van, és nem én találtam ki. Na most gondolj bele, ha az, amit én az SV-s videómban állítottam, tehát hogy az X-nek elméleti nyerése van, és az amőba az egy megoldott játék, ha ez, amit én állítottam, ha ez nem volna igaz, na akkor ebben az esetben ennek a no draw beállításnak, ennek az ND-nek, ennek nem volna létjogosultsága. Ugye? Tehát gondoljuk végig, hogy igaz az, amit én a videóimban mondok? Van értelme? Van benne logika? Lásd például az SV-ről szóló videó. Igen, igaz. Be kell lássuk, hogy igaz. Pontosan azért, mert az amőba egy megoldott játék. És erre mi a bizonyíték? Pontosan ez a no draw. Ez a nincs döntetlen opciónak a létezése erre a bizonyíték. Na most akkor én visszaveszem ezt a játék manipulációt, mert én tulajdonképpen nem szeretem azért ennyire manipulálni a játékot, tehát ez a megnyitás az legyen mindegy. És a játékidőt is visszaveszem a normál 10 percesre, a táblát is erre a normál 13-asra, és én az elmondottaknak megfelelően csak a 3-as, bocsánat, a nódrót nem vettem vissza. Azt mondja, hogy tehát a nódrót visszaveszem, és én csupán ezt a 3-as kötelező játékot hagyom meg, pontosan ezzel azt akadályozom meg, hogy lelépjen az ellenfelem. Mondjuk itt hívjunk ki, hát azt mondja, lássuk, hogy van-e ellenfelünk. Azt mondja, tehát ugye még egyszer, ez a fajta hármas, hogy hány játszmából eljön egy meccsre, pont az a létjogosultsága, hogy ne tudjon lelépni az ellenfél, mondjuk egyetlen gyors
egyetlen gyorsan megnyert játszma után. Hát mondjuk hívjuk ki a Gabóca Kinget. Lássuk. Hát most ugye, na most a Laseket őt azért nem akarom kihívni, ő jó lenne egyébként, csak ugye ő ezt a Long Pro nyitást használja, majd erről is tervezek egy videót készíteni, és egy perc a játékidő, és 7 meccset kell játszani, tehát ezért őt nem hívom ki. Jó, hát ő nem, akkor jaj, nem, őt nem szeretném, akkor esetleg a Parázs. Nem. Jó, hát akkor próbálkozzunk. Esetleg akkor Valentino Rossit nézzük. Hát megpróbáljuk meg akkor a Valentino őse. Na, srácok, próbálok itt, amíg én itt próbálok nyitást keresni, addig nézzük meg ezt a kettes jelet, amit itt a Svenpa Nóra meccsen látjuk. Itt ez a kettes jel. FS azt jelenti egyébként, hogy freestyle. Tehát, hogy nincs meghatározva nyitás. 13-as tábla, ugye ez a táblaméret, és ez pedig a 10-es itt a játékidő. Az alap játékidő az a 10 perc. Most én próbálok játszani. Parázs nem akar játszani, jó. Ja, őt már egyébként kihívtam. Tehát akkor nézzük meg, hogy mit jelent ez a kettes jel. Ugye most mind a két játékos, ahogy itt látjuk, előfizető. Mind a két játékos előfizető. És akkor lássuk, hogy azt mondja, hogy Svenpa Nóra, lássuk. Azt mondja, itt egyértelműen az X az, aki jobban áll. Itt van egyébként H5-ön, van egy lehetősége. Hú, remélem nem gond, hogy bejöttem a meccsbe. Srácok, ezt mondjuk nem kérdeztem meg, most kivételesen. Szerintem az X az, akinek több a lehetősége. Igen, itt ez nyeri. Igen, hát pont ezen gondolkodtam, de hogy ki fogja védeni C6-on, és esetleg B5, nem, ezen a B soron nincsenek lehetőségei az X-nek szerintem. Talán esetleg ez a B5, B8, de ugye ez csak később erre az E11-re épít, de ez sem az igazi. A körnek meg abszolút semmi lehetősége, tehát itt teljesen az L, illetve az M soron be van tokosodva, nem tudom. Tehát nincs túlzott lehetősége, nincs a körnek. Igen, úgyhogy... Jó, hát akkor próbáljunk, nézzünk egy játékot. Most jelenleg 426 pontunk van. Hát megnézzük a kínai barátunkat, 15-ös táblán. Ja, de ugye, jó, 15-ös tábla, mi vagyunk az X-el. Nézzük. Na, akkor bevetjük a jól bevált nyitásomat. Jól van. Úgy van, akkor most mondjuk menjünk... Jó, most ezt a tökkel ütött X-et akarom alkalmazni. És ismeri, igen, F11 lett volna valóban a lépésem. Nagyon okos. Nagyon okos, ez nem rossz. Jó, hát akkor menjünk erre. És ugye most, tehát most velem, mivel ez a hármas rendszer, amit ugye mondtam, ez a játszmák kötelező száma, az egyébként a hármas, ez azt jelenti, hogy velem hármat kell játszani. Közben lett két nézőnk. Jó, azt mondja, hogy itt vajon van a körnek? Nem, szerintem itt az X az jobban áll. Kicsit gondolkodom. Az sosem árt. Nem, itt szerintem itt a körnek nincsenek lehetőségei. Nem tudom. Közben itt teszek, mint a vakegér. Itt ugye most ezzel fenyegettem volna, hogy E6 és F8 lett volna a fenyegetés. Igen. Ja, de ez, bocsánat, ez az X-nek majdnem nyerés, igen. Jó, F8 után H8-on kötelező védeni, úgy van, különben itt lett volna ez a lépés, így van. Most itt nem akarok esélyt adni a körnek. Na most ugye, hogyha én most itt E7-re tennék, akkor itt a körnek lenne egy ilyen J11 lépése, ami után, ugye ezt ki kell védjem, és utána J9-re tenne, tehát emiatt ez a jónak tűnő E7 lépés, ez nem a legjobb. Úgyhogy ezt valamiképpen ki kell védenünk. Úgyhogy itt most egy kicsit védekeznünk kell. És nagyon remélem, hogy nem vesztettünk. Ez kérdéses. Ez most kötelező lépés volt. Most itt ugye a kör mivel fenyeget...
fenyeget egy ilyen G9-F9 lépéssel. Most a körnek egyébként aktívnak kell lennie, támadnia kell. A körnek támadnia kell. Jó, most én itt érzek valamit, itt valamit itt nyerni kéne. Most egyértelmű, hogy G12 a fenyegetés. G12 a fenyegetés. De itt szerintem itt valamit támadnunk kell, srácok, mert túl sok egyébként. Látod? Fenyeget G12-vel, majd J8 után J9-re nyerne. Tehát, hogy most ha nem vagyok aktív, akkor ő nyert. Jó. Basszus, nem is olyan egyszerű. Jó, hát próbáljuk meg ezt. Ugye itt most itt rákényszerítem, hogy most itt lent kell, ezt lent kell védeni, ezt nyilván látni fogja, tehát ezt lent kell védeni, úgy van. És lássuk, hogy erre. És ugye F9 sem jó, mert megint ezzel védeni. Aha. Ez érdekes, ez érdekes. Hát valahogyan pedig támadni kellene. Én félek attól a azért lépéstől. Hát ja. Jó, srácok, én most itt kockáztatok egyet. Itt kockáztatok egyet. Ezt valószínűleg el fogom veszíteni. Most itt kockáztatok, ugye most itt H9 lenne a lépés, de itt ötössőkkel vajon nyerhetnék-e? Kérdés. Ugye ezért védte ezen a részen, hogy ötösökkel ne nyerhessek. Jó, azt mondja. Ja, és ez hármas, aha. Jó, hát basszus. Ugye, hát na, ettől féltem pontosan. Most itt védenünk kell, védekezni kell. Basszus, igen, ez sajnos úgy néz ki, hogy ezt elcseszerintettük. A franc tudja. Aha. Hát nem tudom, itt most nagyon védekeznem kell, tehát ezt most irtózatosan elcsesztem. Sajnos. Jó. Hú, és ez sem jó. Ugye most itt el kell ezt itt blokkálni, és utána, tehát F6, F7 ide, aha. Itt a 2x3-ast védeni kell. Hát ez aranyos, hogy felajánlja a döntetlen, de ezt valószínűleg én elvesztettem, tehát itt a kör ezerszer jobban áll, ezt most itt nem voltam túl jó. Jó. Ja igen, látjátok, ugye ezt mondtam. Ja igen, itt ezt itt ugye védeni kell. Jó. Ezt levédjük. Na, vajon ezt ki tudjuk védeni, és ugye ezután kötelező ez. Kötelező D7-et rakni, különben nyerni. Nem tudom, itt ugye fenyegettek nyerni. De ezt elmajomkodtam, itt a kör ezerszer jobban áll, tehát ezt most elmajomkodtam, srácok. Hát itt ugye fenyegettek itt E6, E7-et, de most, hogyha ő elkezd támadni, akkor ő most előnyben van velem szembe, kérdés, hogy tud-e nyerni. Látjátok, ugye ezért védte le itt. Na most, van az, hogy nekem rohadtul védekezni kell, különben ő neki itt nyerése van. Most ez a lépés azért kell, hogy itt a H13-at levédjem az ötösét. Ez kötelező. Itt pedig így védek. Itt. Hogy ezt itt levédjem, és itt kérdéses, hogy J7-re tud-e valamit csinálni. Kérdéses. Hát nem tudom, srácok, most egyébként fáradtan játszom, de nem tudom, tehát kérdéses. Ugye most itt ez nem egy manipulált játék, nem kötöttem ki semmilyen kikötés, ez nem no draw. Hát nyilván itt meg ez itt a fenyegetés, tehát 2x5-öst védeni kell J7-en.
Igen. Most a kör ezerszer jobban áll, ő neki vannak lehetőségei, tehát most védekeznem kell, ez tipikusan egy olyan eset. Én most egyszerűen muszáj védekeznek, mert ezerszer jobban áll. Ezerszer jobban áll, most egyébként örülök, hogy nem vesztek egyelőre. Örülök, hogy nem veszitek. Ezt most úgy néz ki, hogy eldumáltam, és rettetesen nehéz közben gondolkodni, meg játszani. Igen. Jó. Próbáljuk meg ezt. Hát ugye itt M9, jó, nem, itt fölmegy, jó. Itt ezt vegyük. Most védekeznem kell. Ezerrel. Itt ugye most itt ez lehet, itt, ja igen, most itt ezt védte, ezt a C6, C9 lépést látjátok, és most itt egy B10, D10 lépéssel fenyegethetne, úgyhogy ezt nem engedjük meg. Itt ezért ugye most támadnom kell X-szel. Jó. Jó, egyébként oké. Okay. Hú, sokkal jobban áll időben. Hát közben nagyon nehéz egyébként beszélni, meg játszani, srácok, ez nagyon-nagyon nehéz. Jó, én itt nem engedném meg a C12, B13-at, úgyhogy ezért. De most, igen, most jól látjátok, csak védekezem. Most itt pedig F13, D13, 4-es, 5-ös a terv. Tehát ezért ez. Védeni D13-at. Ez döntetlennek néz ki, de itt azért, mert én nem voltam túl aktív. Jó, tehát most itt rá vagyok kényszerítve a védekezésre. Tessék, ugye, levédi H14-et. Jó. Itt most ő védte az ötösömet, akkor itt hozok létre. Ez most csak védekezés az X részéről, tehát ez túlzottan nem annyira érdekfeszítő valóban. Jó. Itt ugye ez a sor itt a kétséges. Jó. Jó, még itt nekem egy ilyen védekező lépésem lenne, ugye az N12 lépést elkerülve. Most itt úgy néz ki, hogy sikerült kivédenem, tehát ez most körülbelül döntetlen, de az tényleg durva, hogy X-el ennyit kell védekezzem. Tehát ugye X az tipikusan támadó dolog. Támadó játék, úgyhogy, ja. Na, lássuk, hogy a... Hú, Jézus Krisztus, fele annyi időnk van, mint a partnerünknek. Jó, azt mondja, hogy tegyünk egy ilyet. Jó. Itt most erre lehet rámenni, ja, szét is zúzta, úgy van. Úgy van. Jó, hát ez egyetemű a körtől, ez egy védekező lépés már, tehát most a kör átment elég erősen védekezésbe. Jó, hát én itt az ötössel inkább nem engedek meg dolgokat, erre a H5, később H3, majd G3 felállás, ez túl sok lenne körnek, ezért ez a H5 lépés, de most nagyon passzív vagyok, sajnos sokat beszéltem, és kevésbé jól játszottam. Hát ez egy sima 3-as, itt tud-e valamit lefele építkezni, nem tud, akkor fönt védjük. Vagy itt megéri ezt lent védeni, a fene tudja, srácok. Föntre... Nem, szerintem fönten nincs nyerés, akkor lent védjük, mert ez nekünk most itt jobb. Ugye itt lehet egy ilyen erős védekezés ezen az áton, de ezt ő látni fogja. Tehát látjátok, rögtön le is védte, ugye itt ezt tette lehetetlenné. Jó. Hát egyszerűen ugye most, hát ez most nyílt titok, hogy erre megyek, tehát el fog jönni. Ugye itt most aktívnak kell lenni X-el, ja. Jó, most itt akkor védjünk egyet, én itt nem akarok itt semmiféle fenyegetést, itt pedig le kell védenünk az O13, N13 lépést, gyerünk. Védjük le, mondjuk, itt. Jó. Jézus Krisztus, nem vettem észre ezt a K13, majd később ezt a lehetőséget, hál' Isten szerencsére ezt itt védtem. És most itt ez itt a fenyegetése, a K14, ugye most ezért ijedtem meg, hölgyek, urak. Látjátok? K13. Ezt védeni kell.
De itt most, hogy K14, K14-jel megfogtam, így most viszont látjátok, ez a hármas, ez nem fenyegetés. Ez a hármas nem fenyegetés, ha csak itt nem akar valamit. Jó. Jó, én nem bízok ebben, én itt nem bízok itt ebben a részben, tehát ez az OP sor itt számomra különösen veszélyes, le kell védeni. Jó. Na itt viszont most nekem adja át a kezdeményezést. Azt mondja, itt L7 nem. Itt lehetne valami, túl kevés a hely. Ja. És itt ő vajon akarhat valamit? Itt esetleg ezzel az L6, majd később L6 lépés, ilyen nem. Jó, én itt nem adnék itt túlzottan, mert egyébként érzem a vesztemet. Elég erősen érzem a vesztemet, itt M6 lépést tudok elképzelni, tehát M6, de itt látjátok, M6, úgy van. És itt most egyébként ez a fenyegetés, hogy N5, majd M5, és ezzel ugye 5-ös 4-essel nyerne, ezt kell védeni. Úgyhogy ezért ez a lépés. Egyben ugye ezt így van, ezt így kell védeni, és itt fenyegettek nyerni, ezt észrevette, így van. És ugye most pedig ez az átló az, ami veszélyes. Jézusom, 1 perc! 1 perc, és ugye itt ez a lépés, basszus, ezt ölék, bassza meg, ha megnyerem, már bocsánat. Jól van. Jó, itt nyilván ez a fenyeget, itt akkor védünk egyet. Jó, itt ez. Lássuk, mit tenne egy ilyenre. De most örülök, ha nem vesztek, eldumáltam az időt. Jó, hát itt nyertünk, ez bekapta, nem kapta be, mégse. De nézzük, mit csinál egy ilyenre. De most én itt így van, M13-at nyert, és itt ezt ki fogja védeni. Nem védte ki. Akkor viszont nyertünk, jó. Itt. E13. Kész. Jó, az első meccset megnyertük. Hát szerencsém volt, srácok, eldumáltam. Tehát ezt nagyon eldumáltam. Tehát azt nagyon figyelni kell, hogy hogyan nyer. Ez csak szerencse volt. Rendkívül passzív voltam. Most nézzük, mit csinálunk körrel. Mindketten tartjuk az elalakot. Nagyon jó. Jó, én most körrel mennék erre a dupla elalakra, és remélem, hogy nem követek el ismét égbe kiáltó bakit. Tehát ugye a kör az a játék természetéből adódóan rá van kényszerítve a védekezésre. Itt most ezen az oldalon kell védeni, védve az F8 lépést. Igen. Jól van. Itt pedig akkor itt védjük. Ugye most egy ilyen F8 pontosan lépése lehet, amit itt kell védeni. Darcy közben megnézi. Hát 2-3-300-as játékos nézi. Jó, akkor ezt lent védjük, a saját állásunkat védjük. Tehát most itt, ha körrel vagy, akkor a játék természetéből adódóan kötelező védekezned egy ideig. Egy ideig biztosan kötelező védekezned, ugye? Most itt például ez lehet itt érdekes, ez a G6, F5, majd később F7, E6 lépés. Ezt kell kivédeni itt, mert ez, ha engedném G6-ot, majd F7-et, ez nagyon izé lenne. Tehát nagyon veszélyes lenne számomra. Hát lássuk, itt pedig ugye nyilván itt az M vagy N soron akar valamit, tehát ezt pedig itt kell védeni, hogy ezt az ötöstől elvágjuk ezt a kapcsolatot. Látjátok, megint az ötös. Jó, hát akkor én itt nem adnék több esélyt. Egyébként az első meccsben szerencsénk volt csak, tehát ott bevallom, hogy hősiesen szerencsénk volt. Itt pedig azt mondja, hogy O5, N5, majd N7 lehet a lépés. Tehát ezt megint védeni kell. Ezt védeni kell megint, mondjuk egy így. Ugye most így a saját állásunkat lehet. Most gondolom, hogy O5 jön. Tehát most itt ugye körrel vagyunk, srácok, és egyelőre én most itt még a védekezést tartom létfontosságúnak. Így van, itt most ez a H10 lépés itt a lényeg. H10. Látod? És ez ugye a G10 nem veszélyes, mert itt védeni kell, de itt nem jön ki az X-nek nyerés, ez védekezni kell. Jó, hát ez a lépés ugye a G... Ez rosszabb volt. Tehát a G10 az jobb lett volna. A G10 az erősebb. Nézzük meg, hogy itt tud-e valamit. Hát remélem, hogy nem, bakker.
Jó, ez, és itt lehetne valami, nem? Na most itt védjük, vagy ott? Jó, ezt védjük le. És itt ez a hármas, itt egy kicsikét pánikolok, hogy úristen, mi lehet. Jó, ezt védjük fel, ugye ez a lépés, ez az E6 lépés, nem veszélyes. Remélem, hogy nem veszélyes. Én most gondolom, hogy G6. Úgy van, G6, akkor most itt jön egy D6. G6, D6. Ja, és egyébként itt ugye van egy szép négyesünk, itt szépen kezd kialakulni. Amit ugye észre is vett az ellenfél. Lássuk csak, hogy itt mivel fenyeget. Jó, hát itt egyszerűen védjünk így. Itt felső rész. De most nyilván ezt észre fogja venni, itt ugye ez a fenyegetés. Úgy van. De most pedig akkor egy ilyen, de itt ezt megint nagyon-nagyon könnyen kiadom magam, hogy itt ez a fenyegetés. Ez észre fogja be, vagy ide fog tenni F10-re. Tehát itt most ugye F8, majd F11 a fenyegetés, két lépéses ma... Ja igen, hát az nem volt a legjobb lépés, mert itt akkor tovább építem. Akkor ravaszkodom, tehát nekem megengedte ezt. Ja, azért, hogy itt az ötös létrehozza, értem? Akkor viszont világos, egy picikét ravaszkodik, és rámegy itt erre a szép átlóra. Kérdés, hogy ő itt az tud-e nyerni? Na most itt ugye a D8 lépés az öngyilkosság. A D8 lépés öngyilkosság, mert akkor rámegyek erre, védeni kell, ide nyertem. Jó, akkor nézzük meg ezt az L10 lépést, hogy erre nyerünk-e. Ugye ezt most védenie kell X-nek. Tehát most, hogyha itt elkezd támadni, akkor szerintem én nyertem. Ha itt most elkezd támadni. Ha most kérdés, hogy itt az ötössel beindul-e. Basszus! Basszus, jaj, ezt nem vettem észre, van egy... Látod? Igen, bekapta a horgot, nézd meg. Na pontosan, srácok, pontosan erről beszéltem. Ez a lépés öngyilkosság. Nézzétek meg, hogy miért. D8 döntő hiba, ki kell védenem itt, de ez nekem ötös, látod? És itt... Ja, hogy itt ő neki négyese van. Aha, ezt viszont nem vettem észre. Négyese van. Látjátok, itt erre most itt az F11 H13 volt a tervem, de ez azért nem megy, mert F11-re ő beteszi a négyest. Látjátok? Beteszi a négyest, ez jó volt. És látjátok, beteszi a négyest, és nekem kötelező ide tenni, mert itt fenyeget nyerni, tehát ez kötelező. Itt és ugye itt, ez itt a lépés, ezt ugye védenem kell az E7-et. Na ezzel viszont nem számoltam. Bakker, és úgy néz ki, hogy ő ezzel nyert is. Aha, nézd meg. Nem, basszus, egyetlen jó lépésem van, C9 itt az egyetlen esélyem, különben nyer, és látjátok, ezzel nem számoltam, hogy őnek itt győzelme van. C9 az egyetlen lépés, mert nem tudom máshogy kivédeni. Tehát ugye ezt a lépést védeni kell. Szerintem ő erre nyert is. Azt a rohadt. Gratulálok. Szép, szép, szép. Ezt nem vettem észre. Tehát én ezzel nem számoltam. Nem számoltam, hogy van neki ez a lépése, és ő ezzel nyert. Tehát ezzel nem számoltam. Gratulálok. Ezzel nem számoltam. Jó. Hát ezzel nem számoltam, srácok. Ez van ilyen. Jó játékos egyébként. Jól nyomja a partnerünk. Na mondom, tehát ezzel a lépéssel nem számoltam, én azt hittem, hogy ez a tervem sikerülni fog. Hát úgy néz ki, srácok, hogy mégsem. Jó. Hát akkor nézzük a következőt. Azt mondja, hogy kihúzzuk ezt a szép kis alakzatunkat. Jó, akkor most létrehozzuk ezt a tökkel ütött háromszöget, ahogy én szoktam hívni. Jó. És ugye itt egyébként majd a J9-es lépésre készülünk. J9, úgy van. De mondom, tehát az előző meccset, srácok, azt azért csesztük el, mert nem számoltam azzal, hogy őnek ott ilyen komoly védelme van. Ugye? Ugye? Ez viszont hiba volt, barátom. Szerintem ez hiba volt. Tehát itt engedni az X-et. Ez hiba, barátom, ha velem játszasz. Ja, itt ugye, na most itt meg ilyen, ez a J7 majd F7-es lépés lenne a nyerő. Látod? Ezért. De ezzel viszont szerintem, hát ha nem is nyertem, de ezerszer jobban állok. Itt most az X ezerszer jobban áll. De jól nyomja egyébként a
Kínai? Ja, magyarul beszél akkor a magyar barátunk? Na most itt egyébként az X ezerszer jobban áll, tehát itt most ez kötelező volt, mert ha itt most mit tudom én ide teszek, akkor J7 védelem kell, F7, és itt látjátok, na most így van, látjátok, helyesen játszik. A körnek itt támadnia kell, különben meghalt. Különben meghalt. Most itt, hogy egy kicsikét legyen több X, ugye, és itt most itt így ezt, és most itt ugye ezzel fenyegetünk, most itt L7 a fenyegetés, és ha viszont nem L7-en védi, jaj, de kár, hogy ez itt van, látjátok, akkor itt lehetne nyerés, itt. Itt is én azt nézem, hogy ezzel a hármassal komoly fenyegetés jelent-e, de szerintem nem. Ja, igen, ez, én úgy érzem, hogy ez nyerés, ez nagyon erősen nyerés lesz. De igen, ezt megnyertük, srácok. Ez a csillagalakzat, amit mondtam nektek. Tehát, hogyha itt most nem tud a négyessel kivédeni, akkor ez, tehát ez pontosan, ez jó lépés volt. Jól játszik ez a körös játékos, gratulálok, jól játszik. Itt most nagyon óvatosnak kell lenni a körnek, mert itt az X-nek nyerése van. Tehát itt ugye ez az... Azt mondja, hogy itt valamiképpen nekem nyerésem van, de hogyan? Szerintem nyerésem van. Aha. Jó. Na most megint kockáztatok, próbáljuk meg itt, de most önnek erre a G9 lépése van, hogy a 2x3-as nem fog kijönni, mert akkor látjátok? Igen. Most itt a H6 lépés öngyilkosság kör G5 helyett védenem kell, és ott a 2x3-a. Erre figyelni kell, srácok. Tehát most nekem kötelező, nézzetek meg, kötelező, hogy ilyet tegyek. Elrontja. És így védem ki a 2x3-ast, M9-en kivédi, és itt pedig kötelező ide tennem, különben az 5-ös 4-essel nyerne. De gratulálok, szépen kivédte, de itt most az X-nek előnye van. Én szerintem. Itt az X jobban áll, jobban állok. A körnek abszolút nincs helyzete. Tehát kijött ez a csillagalakzat, az X ezerszel jobban áll. Közben azt mondja, nézzük meg, kik a nézőink. Darcy, illetve Not Melikes. A Darcyvel egyébként játszottam, ő jól tolja. Jó, azt kivédjük, itt ugye az ötös. Na és lássuk, hogy itt nekünk van-e nyerésünk. Azt mondja, itt egy négyes. De, nyerés, nézzétek meg. Nyerés. Igen. Nézzétek meg itt. H12, J12, F12-re 5-ös 4-essel nyertünk. Igen. Nézzétek meg. És itt hiába van 5-öse, kétszer 5-össel fogunk nyerni. Most G12 ki kell védeni, és F12-re nyertünk, és nyert az X. Igen. Ennyi. És ezt már nem tudja kivédeni. Jó, ezt megvittük. Oké. Okay. Tehát látjátok? Na most itt viszont ez a lépés, F12 az öngyilkosság, mert akkor itt a 4-essel véd, ezért először G12, védeni kell, és most az F12, és erre nyert az X. Ennyi. Jó. Köszönjük szépen. 2-1. 2-1, nagyon jól játszott, mondom, az a nyilvánvaló hiba megvolt, ennyi. Srácok, én köszönöm szépen a figyelmet, iratkozzatok fel, lájkoljátok, és találkozunk a következő videóban. Világos voltam. Sziasztok!